az éjszaka hirtelen vörös. Ány! Ez a bókus magyarul beszél! Meg a cím is magyar! Egy pillanat! Mi a? Na de! Ez már több a kettőnél! Még jó, hogy vannak kapcsolataim! Szia, Kriszti! Volt egy kérésem! Nem, most nem agyépszik miatt akarnak agyázni! Akadt egy kis probléma a japán animeiparra! Bizony, alázgatják kis csíkszövök a csodálatos anyanyelvünkkel! Hogyha nem hiszed el? Figyelj, írd csak be a Google-ba, hogy 11 helyes! Aztán lépjetek valamit! Arra bizonyuk japánnak! Kicsit sokat engedtek meg maguknak! Rögtön az első jelenetben láthatjuk, ahogy a főhőst a drága nővére megkíséreli ölni, illetve az végez magával. Már itt is keveredik az életet adó manna, és a mi a büdös rófasz getélyed érzése. Igen, ez a például híres Illaworld Eyes a 2009-es őszi vadásztigényből. Nem kellett sok hozzá, hogy így reagáljak. Elejétől kezdve az az érzésem volt, hogy pofátlanul sok helyen egyedik a Chaos Head cím hasonlóan intelligens darabban. Kékes hajú, unalmas főhős, aki teljesen egyedi módon ájteket birtokol. Ő ezzel... Kapaszkodjatok meg, hogy ő főbe. Muszáj volt a pártjára egy irdatlanul idegesítő kurva. Yuka. Aki a káladó féltékenységi római és finom utalásai eltömítésére csak még elviselhetetlenbé teszik ezt az erogébek fertéből kiemelkedő gyöngyszemet. Hölgyeim és uraim! Íme a titánok harca! Akeru-kun... Kurosaki-kun... Kakeru-kun... De legalább ő is mindent megtesz a barátaiért. Hagyjuk! A többiek sem túl érdekesek. Mindenkinek van valami ormótlan, szomorú múltja, és valami über áll lesz képessége, mint a tűzgolyó. Az ötféle varázskar. A csodahó lánszó. És a harmadat átúzulatos lánszó. Érdekesség, hogy minden csaj eszméletlenül alacsony, mintha az animátorok szava előtt éppen emberke lebegett volna modellként. Talán a pajzsmirgyük termel csökkenten attól ilyen kretének, hogy visszautalja a Káosz hegyre, találtam egy apró kapcsot. Sztori nagy része a vörös éjszaka eljövetelével és hazatakarodásával teli. Ilyenkor az úgynevezett fekete lovagat kell elabálniuk, aminek a dizájna meg kell hagynom nekem bejött. Az emberi testüket elméletben feladták nagyobb erőért, de kb. Ennyit ér mindegyik. Miután 6-ból 4 bemúrdán derülnek infomorzsák a keret sztoriból, bárcsak ne tették volna. Valami marca mókus ugyanezzel a szemmel megunta az emberi gonoszságot, hogy kb. Minden másik főgonosz is el szeretné pusztítani a világot. Ez a fehér hajú bosszú meg annyira szerelmes belőle, hogy mind a mai napig nem verte ki a fejéből ezt a baromságot, ahogy az apja sem verte ki anno azon a végzetes éjszakán. Hatalmas fordulat vette kezdetét! Kiderült, hogy a fekete lovon a jó fiú! Ez is jó ötlet, de kérdem én, miért nem történhetett így? Bocsi fiúk, de van veletek pár ékőszilák, megtétek, hogy nem mentek a banya közelébe?
semmi akadálya! Ehhez kapunk egy kis párhuzamos világos baromságot! Ez egy párhuzamos valóság, egy paralel világ, ahol bármikor kijöhet a poralergiát! Jukának, ki másnak hála, elszabadul a bosszi! Let's do it! Mindenki meghal! Mégse volt meg senki! És a Keru megmondja a Frankót! Mátte kre! Hore ni vatszenze! Nem látom! Ez biológus! Ezek után! Még megadom! Magam! Irassáj! Irabu Ichiro! Kontraszként szóljon Irabu mester, aki ezen össze megakadályozta, hogy hobbit váltsak! Meglehetősen hitelesen adja vissza a kórképeket, és a látványvilággal igyekeztek ezt tovább fokozni. Azt hiszem, a textúrák alapján sejtető a készítők édesé preferenciája is. Óriás köttyös. Ha többre vágysz. Epizódikusan találkozhatunk xenofóbiással. Narcisztikus személyiségzavarossal. Kényszerbetegkel. Kényszerbeteggel? És kényszerbeteggel! Ezt az egy negatívumot tudnám említeni. Azért nem csak kényszeresek élnek köreinkben. Skizók, mániás, depressziósak, delíriumosok, szer és szexfüggők. Nelyik sikerült kimaradniuk. Irabu igazi anti-Dr. House. A három alakjából kettő tömény jó indulatát leplezi az idióta stílusával és az injekció mániájával. Ennek ellenére, vagy inkább pont ezért szintén könnyen megszerethető karakter. Ennél többet felesleget is szólnom róla, akinek ez a villás kép ugrott be, az hagyagolja és menjen vissza Keon és Lucky Star 20-adjára újra nézni, a többet nyugodtan vágjak neki, szerintem megéri. Télen leszüretelhetjük az ősz terméseit, ezekből mazsoláztam. A két animére egyesen 11-et adtam, micsoda véletlen! Hozzáteszem, nem játszottam az Eleven Eyes játék verziójával. Sokan sírtak egyszer, hogy pont a lényege veszette. A véleményem nem tükröző játék ilyen vagy olyan voltál, igazából teszek is rá magasról. Boldog új évet mindenkinek, bár csak két év és kiderül, hogy a majáknak igaza volt-e. Csocsesz!